Sziasztok, itt Török Ágoston! A lightake.com oldal ismét küldött nekem pár kockát bemutatásra, tehát most két Mofangge és egy Mofang Yahoshi 4x4x4-es kockát fogok bemutatni ebben a videóban. Kezdem a videót a legolcsóbb kockával, ez mindössze 3,3 dollár a lightake.com oldalon. Külsőre engem a MoYu Aoszura emlékeztet, ami nem is csoda, hisz ez a Mofang Yahoshi a MoYunak egy alvállalkozása, nevezetesen ez a MoYu Cubing Classroom kocka, azaz MF4-nek is szokták nevezni. Ezektől megszoktuk, hogy meglehetősen olcsók, és ahhoz képest elég jó kockák, nézzük ennek a 4x4-nek az esetében így van-e. A kocka forgása olyas, mint amire számítottam, meglehetősen könnyed, viszont van benne egy furcsa kattogás. Lehet is hallani. És a normális cornercutja még azt mondom, hogy elmegy, viszont az inverse cornercut az szánalmas, tehát hogy ennél gyakorlatilag minden 4x4-nek jobb inverse cornercutja van. És ennek megfelelően könnyű beakadni vele, bármilyen lefele fordításnál beakadhat a kocka. Arra a kérdésre, hogy ajánlanám-e a kockát, azt mondanám, hogy hát ez most nagyon határeset, tehát hogy nagyon olcsó kocka, azért mégiscsak 3,3 dolláros, tehát ennyi pénzt talán megér, de nem tartom túl jó négyesnek, tehát mindenkinek az ítéletére bízom, hogy ennyi pénzt megére neki ez a kocka. Most pihenésképpen megmutatom az első közös képemet egy Rubik kockával, ez kb. 4 évvel azelőtt készült, hogy egyáltalán ki tudtam volna rakni a kockát, és ez vagyok itt a kép bal oldalán. Most, hogy mindenki kipihente magát, azt hiszem, hogy térjünk vissza a videóhoz. És akkor lépjünk tovább a Qiyi Mofangge Thunderclap 4x4x4-es kockákra, ebből küldtek egy 60, illetve egy 62 mm-es változatot is. Azért is vártam nagyon ezeket a kockákat, mert hogy a jelenlegi legjobb 4x4 szerintem, meg ugye a legtöbb kockás szerint most ez a Qiyi Mofangge Wukye nevű 4x4x4-es kocka, tehát ugyanaz a cég hozta létre ezt a két kockát is. A két kocka külsőre eléggé hasonló, azt azért egyből észrevettem, hogy ezek a középmatricák a nagy változaton valamiért jobban le vannak kerekítve, mint a kis változaton. Persze ennek nincsen komoly jelentősége, de egy kis eltérés azért itt látható. És azt is hamar észrevettem, hogy a nagyobb változatnak a belseje fehér műanyagból van, a kicsinek pedig fekete. Nem tudom, hogy ennek van a világon bármi jelentősége. Általában azért, hogyha egy kocka más színű műanyagból készül, az a tapasztalatom, hogy egy kicsit más érzése lesz ezáltal a kockának. Lássuk a kockák alapforgását. Nem tudom így a videóból mennyire jön át, de akárcsak az MF4-es, itt is van valami furcsa kattogó hangja a forgásnak. Míg a nagyobb változaton ilyen egyáltalán nincsen. Ezt a nagyobbat, ezt lényegesen puhábbnak érzem. De nézzük, hogyha valóban megfordítom a kockát, akkor azért milyen az érzése. Igen, csak akadósnak találom ezt a kicsi Thunderclap-et. Dobozból kivéve a Wookiee is elég akadós volt, de ennyire azért biztosan nem. Azt szerintem mindenképpen egy előny, hogy ez a kocka elég picike. Tehát mindössze 60x60x60 mm-esek az oldalai, és ez ugye mivel hasonló egy 3x3-as méretéhez szerintem elég jól kézreálló, bár nekem elég nagy kezem van, tehát nem feltétlenül van szükségem kisebb kockákra. És nézzük a nagyobb változatot. Nekem ez határozottan jobban tetszik. Itt is érzek akadásokat, de mégis ez valahogy jobban kézre esik. A cornercut ezeknél a kockáknál sem túl magas, de azért az előzőnél lényegesen nagyobb. Itt is be tud akadni, de azért ennyit már be tud vágni. Érzésre egyébként a kockák közelebb állnak a MoYu Aosuhoz, mint a Qiyi Wukyehez, tehát aki az Aosut jobban kedvelte, mint most a Wukyeét, annak lehet, hogy ez a kocka lenne a megfelelőbb. Őszintén szóval úgy gondolom, hogy ezt a két kockát a QiYi azért dobta piacra, hogy legyen valami középkategóriás 4x4-ük is, ugyebár a Wookiee körülbelül olyan $13 körül mozog, ezt a két Mofangge Thunderclap-et mind a kettőt $7,8-ért árulják, tehát valahol a Mofang Yahoshi és a Qiyi Wukye 4x4-es közé tenném őket teljesítményben is és árban is. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna ma elmondani, minden jót kívánok!